Napjainkban a munkavállalók jelentős része felmérte, hogy nem elég egy szakmát ismerni, ugyanis munkaerőpiacon való sikeres részvétel megköveteli a több szakmában való jártasságot. Dombóváron az Apáczai Csere János iskolában a képzési rendszerhez igazodóan hirdették meg a felnőtteknek szóló oktatásokat. Szőkéné Pintér Emília oktatási vezető azt mondja, leginkább a mérleképes könyvelői szak volt népszerű a meghirdetett formák közül. A szakképzési törvény új teret nyitott iskoláink számára a felnőttek képzésében, ugyanis rövidített képzési idővel rugalmasabb keretek között, időkeretek között tanulhatnak nálunk a felnőttek, ami nem utolsó szempont, hogy ingyenesen. Tehát, hogyha a szakképzési centrum iskoláit felkeresik a felnőttek, ott széles képzési kínálatot találhatnak ezekre a képzésekre. Jelenleg több mint 10 képzésre várjuk a jelentkezőket. Szeptemberben fogunk indítani szakmai képzéseket. Képzési kínálatunkban szerepel a demenciagondozó, a pedagógiai munkatárs, a vállalkozási mérlekképes könyvelő és az üzletvezető. A vállalkozási mérlekképes könyvelőre jelenleg már több mint 60 fő jelentkezett, és hát ez mutatja, hogy a képzés iránt rettenetesen nagy az érdeklődés. Képzéseinkre, a felnőtteknek szóló képzéseinkre honlapunkon, az Apáczainak a honlapján, illetve a Tolna megyei szakképzési centrum honlapján lehet jelentkezni. A centrum központi oldalán tájékozódhatnak képzésekről, és ott online lehet jelentkezni. De természetesen szívesen várjuk a telefonos érdeklődést vagy e-mailes megkeresést is. A jogszabályi változásoknak köszönhetően a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre technikum és kollégium is indíthat olyan képzéseket, melyek eddig más szektorban voltak elérhetőek. Az Ady Endre technikum is új profilját tudja így megmutatni, új arcát tudja megmutatni, nagy szeretettel és sok szakképesítéssel várja felnőtteket. Szakképesítést mondtam, és nem szakmát. Azért, mert ezek a képzések a korábbi tanfolyami jellegű képzésnek az utódjai lesznek, illetve lehetnek. Az iskola, amikor ezeket a szakképesítéseket kínálja, akkor egy rugalmas képzési idővel történő képesítést nyújt, tehát ez nem az iskola tanévéhez kötődik, az iskola rendjéhez kötődő képzés, hanem egy teljesen rugalmas a képző, illetve a képzések igénybevevőjének az igényeihez igazodva, ez bármikor indulhat, tehát például a sminkes és szempilla készítő, ami nálunk most nagy sikerrel és nagy jelentkezési számmal fog elindulni, a májusi hónapban kezdi meg a tanórákat. Ebben a képzésben 16 fős csoportokban tudunk dolgozni, de ennek a jelentkezések a többszörösét mutatják, tehát itt több csoportban kell majd a képzést véghez vinni. Amikor a képzések lezárulnak, és ez minden szakképesítés tanulására igaz, akkor egy képesítő bizonyítványt kap a tanuló. Ez a képesítő bizonyítvány az új képzési szintet nem tanúsít, de a szakképesítés elvégzését igen. Ez jogosítja őt akár önálló tevékenységre, akár pedig alkalmazottként való munkavégzésre. A képzésnek óriási előnye az, hogy rövid idő alatt zajlik le. Tehát iskolai szakma megszerzéséhez képest ezek a képzések, ezek annak a töredék ideje alatt mennek. Például ez a sminkes és szempilla készítő, ez egy 800 órás képzés lesz összességében. Nyilván, amikor igazodunk a képzésre jelentkezők, a képzésben résztvevők igényeihez, akkor maga a képzési időpontok sem mondjuk egy hétköznap délelőttet jelentenek. Általában délutáni időpontokban vagy a hétvégét veszük igénybe erre. Már csak azért is, mert akik ilyen képzésekre jönnek hozzánk, azoknak a többsége már valahol dolgozik, valamilyen szakmát, szakképesítést megszerzett. Ezeknek a szakképesítéseknek óriási előnye még a képzést tekintve, hogy az első ezek közül az iskolákban ingyenes. Pálinkás Andrea kozmetikus szakoktató azt mondja, eddig a sminkes és szempilla építő tanfolyamot csak azok végezhették el, akik kozmetikus végzettséggel rendelkeztek. Az idei év januárjától azonban ez megváltozott. Tulajdonképpen bárki eljöhet egy ilyen tanfolyamra, és akár melléktevékenységként, akár hobbiból, kinek mit jelent a sminkelés, tulajdonképpen sminkessé válhat. Természetesen ehhez ez a tanfolyam egy nagyon jó alapot ad, és hogyha valaki ezzel nagyon komolyan szeretne foglalkozni, tehát akár megélni belőle, akkor nagyon sok plusz és továbbképzés szükséges még ehhez. De ez mindenképpen úgy gondoljuk, hogy egy nagyon stabil alap, hiszen több órában tanulja az elméletet, és 400 órás gyakorlattal fog bírni, ami mindenképpen megfelelő a tevékenység folytatásához. Két részre osztódik a képzés tulajdonképpen. Van a sminkes része,
és van a szempillaépítő része. A sminkes részében stílustanácsadás, évszakok szerinti besorolás található, tehát ugye maga a smink elmélet ez, amivel tulajdonképpen megtanulunk sminkelni. A sminkanyagok összetételével, a sminkelés higiéniájával, egy kicsit az arc anatómiájával, az egész munkahigiéniával megismerkedünk, tehát nem arról szól, hogy bejövünk és sminkelünk addig, amíg az nem lesz szép, hanem azt gondolom, hogy nagyon komoly elméleti alapok vannak hozzá. Mind művészettörténet, mind anatómia, tehát mind kémia, tehát ez nagyon szerteágazó. És a pillás résznek is természetesen a szem anatómiájától elkezdve szintén a bőr élettani alapjaival kezdjük, és utána pedig a pillatechnikákkal, a pillatechnikák anyagaival, allergiával, tehát minden olyan körülménnyel foglalkozunk, ami természetesen érinti ezt a témát. És akkor megtanítjuk a különböző technikákat, tehát a szálas, a tincses, a soros technikát, tehát mindenféle módját, ami a mai világban a szempilla, illetve a szemöldök szőreivel művelhető. A tervek szerint a képesítés megszerzése megközelítőleg fél évet vehet majd igénybe. A képzésre jelentkezés az iskolán keresztül történik. Az iskolában új kollégát foglalkoztatunk a felnőtt képzési igények, illetve a felnőttek jelentkeztetésének fogadásával. Ő rajta keresztül tudjuk az igényeket felmérni és folyamatosan gyűjteni. Ha eléri a jelentkezési szint a szükséges indítási létszámot, akkor gyakorlatilag azonnal tudjuk a szakképesítést indítani, mert hogy nem kötődünk a tanévrendjéhez, tehát a rugalmasság ebben is megvan. Ezekhez a képzésekhez információt az iskoláknak a honlapján lehet szerezni, de hogyha a Tolnamegye Szakképzési Centrum honlapját keresik, ott ez összefoglaló jelleggel megjelenik, és onnan már könnyebb tovább menni és az adott tagintézményt, adott intézményt megkeresni. Az iskolában ezek a képzési formák korábban is jelen voltak, de egészen más hangsúllyal, mint napjainkban. Ehhez a képzési formához is használhatóan új tantermeket is kialakítottunk. A szépészeti képzés az iskolában nagyon régen és nagyon magas színvonalon folyik, azt gondolom. Méltó helyre költözhetett ebben a tanévben, költözhetett volna, lettek volna a gyerekek, de most vissza fognak élni, és nagyon bízom benne, hogy nagyon fog nekik tetszeni, amit látni fognak. Tehát új tanterembe tudtak költözni, új műhelybe tudtak költözni, a szépségiparnak megfelelő színvonallal és a 21. századnak megfelelő színvonallal. Tehát az oktatott szakmai tartalmakhoz méltó szaktanteremben tudják folytatni tanulmányaikat a felnőttek is, illetve az iskolarendszerben tanuló tanulóink is.